Bátalmács Gábor világbajnok motorversenyző ismét visszatérne a versenypályára. A műtétje utáni lábadozás sem telt számára tétlenül. Motoros csapatot alapított, amelyben 10 éves versenyzők szerepelnek. Ők jöttek el, hogy egy picikét a terveikről beszéljenek. Bódis Rihárd, illetve Somosi Alexander van itt nálunk. Jó reggelt kívánok! Alexander a fiatalabb, Rihárd az idősebb. Fordítva, ugye? Bocsánat. Igen, nem? Én 19 vagyok, Alex. Az 19? Így van, és ők pedig 13, te jó Isten. És mióta motorozol? Én 3 éve kezdtem el. 3 éve kezdted el. Tehát akkor gyakorlatilag 10 éves korodban, és ha jól olvastam, akkor ebben Talmácsi Istvánnak, ugye Talmácsi Gábor papájának elég komoly szerepe volt, ugye, a te pályakezdésedben. Igen, ott kezdtem a Talmácsi ringen motorozni, ahhoz a Talmácsi pályán. De az azt jelenti, hogy egyszer csak eljött meglátogatni az iskolába, és gyakorlatilag versenyzőket toborozott, vagy hogy találkoztál magával a sportággal? Az iskolába bejött, és volt egy olyan lehetőség, hogy lehet menni motorozni, és ki lehet próbálni 2 óráig, vagy egy napig. És én nagyon szerettem volna, már régen is szerettem a motorokat, és én így elmentem, és megtetszett ez az egész így. Aha, de oké, persze, hát minden fiúgyereknek tetszik a motorozásnak, de azért rögtön úgy érezted, hogy van bátorságod arra, hogy azért egy ilyen motorra felüljél, és száguljál a versenypályán? Igen, én nagyon szeretem a sebességet. Tehát ennyi, gyakorlatilag ott rögtön ez a dolog, akkor téged így magával ragadott. Félelemérzet, ilyesmi abszolút nem volt benned? Milyen utasításokat kaptál, amikor először motorra ültél, hogy mondjuk ne félj attól, hogy elesel? Én nem félek, én imádok így sebességgel gyorsan menni. Talmácsi ringen vannak szakoktatók, akik elmagyarázzák, hogyan is kell először fölülni egy ilyen gyerekmotorra. Elmondják, hogy ugye hol van a gáz, hol van a fék, az első fék, hátsó fék, és nagyon, nagyon érthetően a gyerekeknek elmondják, hogy mégis merre hány méter. De tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy már az első ilyen kísérletnél azért azzal a fajta szakmai támogatással ül fel egy fiatal ember, egy gyerek a motorra, ami segít neki abban, hogy ne érje kellemetlen meglepetés? Igen, mindenféleképpen mindenre odafigyelnek, illetve a védőfelszerelésekkel is ellátják a gyerekeket. Ugye bukós is a kesztyű, ruha. Ugye Alex akkor kezdte a motorozást, ugye még nem volt neki sisakja, de viszont a Talmácsi ringen, Talmácsi István az adott neki sisakot, meg minden védőfelszerelést. És lehet, hogy indult ez, Ricsi? Mert azért mondjuk te már korosabb vagy a magad 19 évével. Igen, én 8 éves koromban kezdtem a motorozást. Még egy kicsit korábban lehet. Édesapám veterán motorokat restaurált, és így fertőzött meg engem is a benzingőzzel. Én később kezdtem a versenyzést, 12 éves koromban, addig csak ilyen hobbiszerűen motoroztam. De aztán úgy tűnik, hogy téged is magával ragadott ez a dolog, ugye most azért az idei szezonban, meg a tavalyi eredményeidből is kiindulva azért egészen komoly elképzeléseid vannak. Mit remélsz? Igen, a tavalyi évszámomra... Szuper, meg 600-ról beszélünk természetesen. Igen. Tavalyi évszámomra az egy hatalmas lehetőség volt, ugyanis teljes szezon tudtam futni a European Junior Cup-on, ahol ugye 35 külföldi versenyző. Azt mondják, hogy Európa-bajnokság, meg European Junior Cup a neve, azonban világbajnokságnak lehet hívni, mert Amerikából, Kínából, mindenhonnan, a világ minden tájáról jönnek versenyzők. És 15 versenyző másfél másodpercen belül volt, úgyhogy rengeteget tanultam a tavalyi év során, és az idei év során ugye rengeteg új dolog lesz a karrieremben, ugyanis új rajtszámmal fogok indulni, illetve egy magasabb kategóriában, ugye a Superstock 600-as mezőnyben, ami még mindig Európa-bajnokság, de ugye ide is a világ minden tájáról jönnek versenyzők, és azért hatalmas lehetőség ez számomra, ugyanis ebből a kategóriából több irányba el lehet menni. Ugye az én célom MotoGP, a Moto2-es kategória. De ugye ott is 600%-os motorra versenyeznek a... Igen, azonban tovább lehet lépni mondjuk a Supersport 600-as kategóriába is, ugye, ami a Superbike alatt fut. De a hosszabb távú cél az a MotoGP. Hosszú távú cél az a MotoGP. Na hát akkor ehhez képest is azt gondolom, hogy egy kiváló mestered van, aki ugye a legkisebbek a 125-ösök között világbajnok volt 2007-ben. Mit jelent számotokra az, hogy Talmácsi Gábor nem csak, hogy ugye, hogy mondjam, a csapat feje, de azt lehetett látni itt ugye a szlovákiai tesztelésünk készült felvételek alapján is, hogy gyakorlatilag tényleg minden másodpercben ott van, és vele bármikor, ahogy láttam, teljesen közvetlenül meg lehet beszélni a kételjeiteket, vagy a kérdéseiteket. Igen, ugye Gáborral én már 2011 óta dolgozok együtt, és azóta segíti a karrieremet. Ugye nekem ő is egyben a példaképen, ugyanúgy, ahogy a csapatfőnököm, és hát ez egy hatalmas dolog, hogy
mindig tőle bármit megkérdezhetek, hogy itt hogy forduljak, ott hogy forduljak, ugyanúgy segít az életben is. Sokat segít az egyébként? Most tényleg azt kérdezem, mert nyilván van az a fajta út, amit az ember maga tapasztal, ahogy maga érzi, hogy mennyit húzzon, mennyit engedjen, milyen szögben, hogy engedje a motort, mennyit dőljön, csúszson, stb. Gábor meglátásai azok mennyit tudnak ehhez hozzátenni, amit egyébként te magad érzel a motoron ülve? Hát rengeteget, ugyanis róla lehet azt is mondani, hogy egy edző, mert kívülről nagyon sok mindent lát, és sokszor érez jobban is. Látja, mint ahogy te érzed? Hát igen. Aha. Igen, ugye rengeteg tapasztalata van, és kívülről pikpak meg tudja mondani, hogy mit hibáztam egy adott esetben. De hogy vagy ezzel, Alex? Neked mit tud segíteni, Gábor? Hogy érzed? Hát mindenben tud segíteni a motorozásban, és segít a lelkileg, és ha valami baj van. Így ő a példaképem, és nagyon jó, nagyon megtiszteltetés, hogy ilyen profi csapatban lehetek. Az mit jelent, hogy lelkileg tud segíteni? Mint például, ha mondjuk valami nem sikerül és elkeseredsz, akkor Gábornak? Igen, ő abban tud segíteni, hogy megmondja, hogy mi volt a baj, hogy mit kell jobban csinálni, és ez nagyon, nagyon sokat segít a motorozásban. Olyan, mint egy ilyen nagy báty, aki azért az embert ott, ha kell, akkor vállon is veregeti? Igen, nagyon sok mindenben segít. Ez abszolút így gondolom. Egyébként ugye ez nagyon fontos része ennek a műfajnak, amikor a versenyző ugye a saját visszajelzései alapján is segít egy picikét a motortechnikai beállításait fejleszteni. Ebben a tekintetben Gábornak a személyes tapasztalatai mit tudnak a ti technikai beállításokhoz hozzátenni? Ilyen téren is rengeteg tapasztalata van Gábornak, hogy a futóművet egy adott esetben hova kell állítani, illetve hogy milyen gumit választunk egy adott szabad edzésre, úgyhogy mindenre kihat a segítsége. Uh-huh. Ugye az, hát azért nem titok, mert Gábornak ugye volt a vajzen nagyon rossz és nagyon súlyos sérülése ugye ennek a motorblokknak a felrobbanása kapcsán, de ő maga sem titkolja, hogy egy kb. 2-3 hónapnyi mondjuk úgy felépülés követően azért még szeretne visszatérni az aktív versenyzéshez, ezt egyébként mi szurkolók is persze nagyon várjuk. Annak az időszaknak esetleg gondoltatok-e már a következményeire, hogyha esetleg ő újra indul, akkor lehet, hogy kevesebbet lesz majd ott a mellettetek, vagy egyáltalán ott a csapatnál? Hát ő ugye azt nyilatkozta le, hogy szeretne a saját csapatába indulni. Ez igaz. Ugye azt jelenti, hogy ugye tudunk együtt edzeni, hogyha úgy hozzá a jövő. De az utazások, úgy gondolod, azok is esetleg összehangoltak lehetnek? Hát ez attól függ, hogy ki hol fog menni az idei szezonban, ugye Gábor is, hogy hol indul, hogyha indul, de hát jó lenne egy jó kis meccset vívni a Gáborra. Abszolút. Na, mik lesznek a célok erre az évre? Mert ha jól tudom, akkor azért a te kategóriádban be kell tölteni a 14. életévet. Ezért van az ugye, hogy az év végén csak 4 versenyen állhatsz rajthoz, amikor már ezt az életkort betöltöd, Ricsi? Igen. Alex, bocsánat. Igen, akkor betöltöm a 14. életében, a június 20-án, utána azon a hétvégén már rajthoz is állhatok ebben az European Junior Cup-ban, és az a célom, hogy szeretnék mindig jobb eredményt elérni. Uh-huh. Van valami konkrét elképzelés, vagy csak az, hogy jól végig menjen minden 4 sorozatban, minden 4 futamon? Hát most egyelőre csak az, hogy tapasztalatot tudjak szerezni, hogy a nemzetközi téren. Világos. És nálad akkor, Ricsi, mi a cél erre a szezonra, a tavalyi eredményekből kiindulva? Ugye rengeteg kérdőjel van még, hogy milyenek lesznek az ellenfelek, azonban azt a segítséget megkaptam, hogy látjuk már a idei évi nevezési listát, hogy kik fognak indulni, és rengeteg ismerős versenyző lesz ebben a kategóriában, ami azért segítség, mert tudom, hogy milyen stílusban motoroznak, milyen agresszívek, hogy mennek. Ugye 35-en leszünk ebben a kategóriában is, és hát én mindenféleképpen szeretnék az első 10-ben jönni. Hogyha nem az első 5-ben. Na, akkor még egy ennél beljebb lévő cél is van. Szuper. Mindenféleképpen én mindig nyerni szeretnék, és azt gondolom, hogy Alexban is ez még nem fogalmazódott meg, ugye neki is egy csomó minden új lesz, de ő is előbb-utóbb a győzelemért fog küzdeni. Hát gondolom, hogy ezért választott benneteket Talmácsi Gábor, mert ez egy nagyon fontos szemlélet, hogy mindeket győzni akartok a saját lehetőségeiteken belül. Hát legyen így, minél többször lássuk benneteket a legjobbak között. Köszönöm szépen, és sok sikert. Köszönöm.